Kedves nézőink, köszöntöm Önöket, a Szentes Televízió pénteki műsorát látják. Mai adásunkban a Szentesi Szalon, valamint a Szentes Annó jelentkezik. Ha felkeltettük az érdeklődésüket, akkor tartsanak ma is velünk. Mindenkinek kellemes időtöltést kívánok a műsorunkhoz. Ez már a Szentes Televízió napi aktuál rovata. Mai rovatunkban folytatódik a Tóth József Színház és Vigadó Szentesi Szalon elnevezésű programja, ahol ezúttal Földi Kovács Andrea és Földi László voltak a vendégek az Életmód Parti keretein belül. Következzen a beszélgetés. Köszöntjük Önöket már a Békés Csabai Jókai Színház nevében. Itt említettem a szép számmal összegyűlt közönségnek, hogy az útviszonyok ugye kiszámíthatatlanok, de nagyon-nagyon örülünk, hogy itt vannak velünk, és talán olyan értékekről, alapokról tudunk beszélni, amely ebben a városban az elmúlt években, évtizedekben csak kisebb, majd egyre nagyobb közösségekben lehetett téma és lehetett aktualitás, olyan alappillérekről, amelyek hozzátartoznak ugye az életünkhöz, a mindennapjainkhoz, az igazgató úr említett, a gyökereinkhez, amelyek majd tovább tudnak minket vinni és a teremtésre fordítani az erőnket. Ugye elhangzott már a Védett Társadalom Alapítvány, ami a tavalyi évben jött létre. Elnök úr, hogyan fogalmazná meg az alaptéziseket, a célját az alapítványnak és annak a munkának, amelyet talán folytatnak? Üdvözlet kívánok! Elnézést kérünk. Annyira titkosan indultunk neki, hogy sikerült ideérnünk nagy nehezen. A hangunkon se lett ennyinek meg, rendben vagyunk, csak voltunk nem rendben, és a hang még kicsit odébb van. Nekünk is sikerült a vírust elkapni, de még egyszer mondom, már nem vagyunk ragályosak, úgyhogy semmilyen probléma nem lehet. Köszönjük a meghívást, és rendkívül szívet melengető, hogy ilyen sokan eljöttek, és kíváncsiak nyilván a általunk elmondottakra reményeink szerint. Most az alapítvány, ami valóban tavaly augusztusban kezdett hivatalosan működni, ezt megelőzően azért már korábban néhányan, akik ezt alapítottuk, kezdtünk beszélgetni a problémáról, és mindjárt mondanám is, hogy kikről van szó. Az Andrán kívül Szabó Anett, szintén ismert, szerintem műsorvezető a Hír TV-ből, Trombitás Kristóf, szintén újságíró, műsorvezető, Moisz Zoltán, aki a Duna TV-ben, nem tudom, a Hazajáró című műsorproducer rendezője, és Kovács Zsolt, aki többek között tévés szerkesztő, és többek között a Krédónak is annak idején volt a szerkesztő Andrával. És még Szakács Árpi is csatlakozott az elején, azóta az útjaink ketté váltak, amit nagyon sajnálunk. Tehát mi heten gondolkodtunk a Covid-nak hála idézővel téve, hiszen kicsit az emberek több ideje volt a problémákkal foglalkozni, nem lehetett annyira működni a világban. És hogy azt láttuk, és nyilván sok újat valószínűleg nem mondok, amikor azt próbálom jelezni, hogy nem öncélúan jöttünk létre. Tehát nem arról van szó, főleg újságírók révén, hogy nincs elég fórumuk arra, hogy elmondják a véleményüket, vagy akár nekem is, aki ugye nem vagyok újságíró, ezért vagyok én az elnök, gyorsan zárójegy vagytam hozzá, hanem van egy ellenség, hadd mondjam így, és hadd mondjam gyorsan az elején, amit én sokszor a médiában szoktam mondani, hogy egyébként bármennyire is nem lőnek, és nincsenek harci élethelyzeteink szerencsére, de háborúban élünk. Ezt tudomásul kell vennünk. És hogyha ezt nem veszük tudomásul, akkor nagyon csúnya dolgok következnek, és olyan irányok jöhetnek az életünkben, főleg a gyerekeink, unokáink életében azért hangsúlyozni szeretném, amelyet mindenféleképpen meg kell próbálni elkerülni. Hiszen van egy ellenfél, aki megmutatta magát, az elmúlt években úgy hívják, hogy Nyílt Társadalom Alapítvány. Ez egy, nem egy szervezet, hanem egy tulajdonképpen egy komoly hálózat, amely mögött nagyon komoly pénzügyi, politikai és gazdasági erőtér van és létezik, és amik a fejébe vette, ennek a, mondjuk úgy az urai fejükbe vették, hogy már pedig ők a világot átalakítják, egy egészen más logikát adnak a mi életünknek, félrelökik mindazt, ami a normalitást jelenti, ami az emberek alapértékeit feltételezi. Tehát magyarul megtámadtak minket a szokásainkban, életmódunkban, logikánkban, hitünkben, élethez való viszonyunkban, a család hagyományaihoz való élethelyzeteinkkel. Tehát egyszerűen támadás érte
a civilizált világnak ezt a felét, hadd mondjam így. És azt kellett mondanunk, hogy ezt nem lehet tulajdonképpen szótlanul eltűrni, és hogyha van egy ellenfél, egy ellenjátékos, akkor létre tudjuk hozni ennek a másik oldalát. Ezért lettünk mi zárt társadalom alapítvány először, csak hogy a magyarul a zárt egy picit kirekesztően hangzik, és váltottunk védett társadalom alapítványá, de a logika tulajdonképpen az, hogy a nyílt társadalommal szemben jöttünk létre, a nyílt társadalom eszmeiségének a tagadásával jöttünk létre, és öt alapértéket határoztunk meg, az öt új elméletét. Ez elsősorban ugye a keresztény hitünk, tehát a keresztény hit és annak az erkölcsi feltételrendszer, amit az embereknek meg kell élniük, akár hívők, akár nem hívők tulajdonképpen. Ugye a család, amely férfi és nőről szól, és nincs tovább. Az életvédelem a fogantatástól gyakorlatilag, és ugye itt az abortusz, illetve az eutanáziával szemben is határozottan föl kell lépni, hiszen elfogadhatatlan történet. Erről Andrea már részletesebben beszélni, csak előjelben annyit, hogy ezelőtt több mint 10 évvel már II. János Pál fölhívta a figyelmet, hogyha emlékeznek erre, amikor azt mondta, hogy ez a háború tulajdonképpen az élet és a halál kultúrájának az összecsapása. Hiszen mindaz, amelyet mi klasszikus értelemben az ember normájának tartunk, az az életről szól, az az élet keletkezéséről, fenntartásáról és újra keletkezéséről, és az ellenfél pedig minden olyan idiotizmust próbál ránk erőltetni, ami ez ellen hat. És ugye ezt nagyon fontos tudomásul venni, tehát a harmadik ugye az életvédelem, a negyedik a hagyományok, kultúrák, amelynek a lényege, hogy nincs Európai Egyesült Államok, hanem vannak európai államok, európai nemzetek. Ezek a nemzetek identitással rendelkeznek, kultúrával, történelemmel, és mindig így kell maradniuk, mert ha nem, akkor gyakorlatilag Európát ilyen értelemben el lehet felejteni, majd jön más a meglévő helyet, és el fogja foglalni, hogy a történelemben ezt azért, mint tudjuk, hogy néhányszor megpróbálták. És az ötödik újunk, az ötödik elv, a rend és a biztonság. Mert akármennyire is talán markánsan hangzik, de rend nélkül nincs társadalom, biztonság nélkül nincs demokrácia, nincs jogrendszer, nincs az embereknek olyan igazodási élethelyzete, amit a mindennapok normatívája meg kell, hogy éljenek. Egyébként is liberális gondolatot képviselőkkel szoktunk vitatkozni erről, és nekem az a nagyon egyszerű véleményem, hogy a klasszikus értelemben vett liberalizmus, az tulajdonképpen indulásánál a törvények betartásának a szabadságáról szólt. Tehát ez azért talán fura mondat, de gondoljanak bele, hogy mindazok, akik a szabályainkat, törvényünket betartják, tehát magyarul a társadalom létezéséhez úgy tesznek hozzá, hogy a feltételrendszerének megfelelnek, joguk van mindenhez. Joguk van a törvény előtti egyenlőséghez, legyen az bármilyen nő, férfi, vagy bármilyen színű ember, joguk van az érdekeiket képviselni. De ha nem tartják be a törvényeket, akkor milyen alapon vindikálják maguknak a jogot? Pláne, hogyan gondolják azt, hogy a többség érdekkel szemben bármilyen kisebbség érdeket erő lehet tolni, csak azért, mert ők úgy gondolják, hogy ez a liberalizmus a lényege. Nem. Ez az eszmeiség, a létezésünk halála. És ez is megint egy olyan problémakör, hogy a rend és a biztonság oldaláról nézve, amelyet igenis nagyon keményen tulajdonképpen képviselni kell, a gyakorlatban meg kell tudni valósítani. És ugye az alapítványnak két olyan iránya van tevékenységét tekintve, amelyet mi úgy gondoltunk, hogy szembe kell állítani szinten az ellenféllel, ez pedig a hálózatszervezés elsősorban. Tehát egyrészt a gondolatok fölkarolása, az eszmeiségnek az erősítése, a buta ideológiákkal szembeni, tudományosan megalapozott, mondjuk úgy érdek rendszerének a fölépítése. Magyarul olyan műhelyeket kívánunk létrehozni, amelyek ezt az öt elvet tudományos értelemben támogatják, tehát az életvédelemnél ugye pszichológusokat, hozzáértő gyermekekkel foglalkozó pedagógusokat és tovább szakmai csoportokat kell létrehozni minden egyes témában, ez az egyik irány. A másik pedig hálózattal szemben a hálózat tud védekezni. Ugye látható, hogy a politika, főleg Magyarországon igyekszik ezekkel az abnormális trendekkel szembe menni, lásd a gyermekvédelmi törvénynek
egy nagyon fontos sarokköve volt ez, de a politikának a játéktere sokkal szűkösebb, mint a civil világ lehetősége. És az ellenfél, ha belegondolnak, ezt használja ki. Tehát abban a pillanatban, hogy egy törvényi szabály, vagy bármilyen módon próbálják akadályozni az ő érdekeiket, azonnal keresi a kiskaput. Egy példát mondok, kifejezetten a gyermekvédelmi törvénye kapcsolatban. Ugye, hogyha figyelték a blogunkat, a vdtblog.hu anyagainkat, akkor a legutóbbi időben már kijöttünk két cikkel is, ami arról szól, hogy úgymond a kémeinket beküldtük ugye az ellenfél táborába egy kiképző rendszerben, az ELTE irányított, és arról szólt, hogy ha nem lehet bemenni, érzékenyíteni az iskolákba, tehát a magas sarkú, szoknyás, szakállas bácsik nem jelenhetnek meg ott elmagyarázni ugye a gyerekeknek, hogy mi az igazi szexualitás, akkor rendben van, akkor majd a pedagógusot képezzük ki, mondták ők, ugye az LMBTQ aktivisták oldalán, és gyakorlatilag a pedagógus bemehet az iskolába, nyilvánvalóan erre alapján, akkor majd szépen úgy terjesztik az eszméket, hogy tulajdonképpen megkerüljék a törvényt. Na erre kezdtük el a tulajdonképpen ennek a kiteregetését, ennek a bebizonyítását. Csak azt akarom mondani, hogy tulajdonképpen minden olyan területen, amelyik a politika szempontjából már egy bizonyos határokat jelent, a civil világ át tud lépni. És ugye az ellenfél, az ellenség x évvel ezelőtt, évtizedekről beszélek, ezt vette észre. És ugye Nyugat-Európa nyomora, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, az pont abból fakad, hogy az emberek nem hűültek meg, mert bocsánat a csúnya kifejezésért, hanem egyszerűen nem vették észre, hogy generációkon keresztül olyan fajta érzékenyítési hatásoknak voltak kitéve és éltek meg, amely az ő életüket naponta nem befolyásolta, csak egyszer csak azt vették észre, hogy a gyerekeik egész másképp gondolkoznak, eszükbe sincs a tradíciót folytatni, a nagypapának a gondolatait tudomásul venni, mert egy teljesen más, hozzáteszem, torz világ kerekedett az agyukban. Tehát ilyen értelemben mondjuk mi azt, hogy a hálózatot a hálózattal szemben. Hát igen ám, és akkor itt befejezem a gyors monológomat, hogy az egyik oldalon óriási pénzek állnak rendelkezésre, a hálózat fejlesztésre. És ezt nagyon hangsúlyozni szeretném gyorsan az elején, elmondom majd a végén is, hogyha semmi másra, hogy úgymond nem emlékeznek arról, amiről mi is beszélgetünk Andrával, egy szóra emlékezzenek. Az ellenfél egy törpe kisebbség. Szó nincs arról, hogy a többség érdekeit, szó nincs arról, hogy az emberek nagy része alapvetően egyetértene velük, szó nincs arról, hogy a támogatási rendszerük tömegszinten jelenik meg, hanem a pénz erejénél fogva képesek befolyásolni még azt is, aki egyébként másképp gondolkozna, lásd az egyházon belüli cirkusz ugye Európában, hogy mi az, amit meg szabad engedni, mi az, amit nem, mi az, amit adhatja a nevét az egyház, és mi az, ami nem. Ez egy teljesen lárpullár vita. Az egyház a Bibliához adhatja a nevét, na bocsánat, így fogalmazok, és semmiféle más érzékenyített élethelyzethez nem. De mivel ugye a pénz az nagyon erős, vagy még egy példát a Pride-ra, ugye a budapesti Pride-on, kik vesznek részt? Egy harmad olyan, aki hisz ebben a logikában, egy harmad, akit kivezényelnek a multik, szó szerint. Mert ha nem megy ki, akkor kirúgják az állásából, már pedig jól fizető állásokról beszélünk. Tehát miért legyenie kell az embernek, hogy akkor a családja megélhetése, vagy az elveinek a fenntartása közül válaszon? Ez egy kényszerhelyzet, de így van, a pénz ereje. A harmadik csapat pedig, akiket külföldről pénzért idehoznak egy hét budapesti nyaralás címszóval. Egyébként 50 euró egy gumibotütés, tehát ha mondjuk a rendőrség véget tisztességesen megindulna, akkor egy-egy gumibot után 50 eurót kapnak a sértettek. Ez is nagyon érdekes a mai világban. Tehát a lényeg az, hogy a pénz erejével hozzák létre a hálózatot. Most nekünk nincs pénzünk nyilván, és nem is ez a lényeg, de vannak önök. És vannak azok a szervezetek Magyarországon, Európában, és nem csak Európában, akik a kereszténységért tenni akarnak, akik a hagyományos családi értékeket óvják, akik az életvédelemért tesznek és dolgoznak, akik tulajdonképpen a hagyományőrzésben, a kultúra megőrzésében, ugye Zoli és a többiek nagyon sokat tesznek. És a rend biztonság garanciáért is hajlandók felszólalni, és hajlandók az életüket is adott esetben fölkínálni. Tehát léteznek azok a rendszerek, szervezetek, alapítványok, civil szervezetek, különböző kis csoportok, akik ezeknek a céloknak a mentén dolgoztak eddig is,
Ezeket kell összefogni. Tehát mi azt mondtuk, hogy a mi alapítványunk, a védetes alapítvány semmi több, mint egy tulajdonképpen ernyő szervezet igyekszik lenni azok számára, akik ezeket az elveket vallják, csak tegyük föl egymástól függetlenül, egymást nem ismerve léteztek a saját kis mikrokörnyezetükben, meg kell próbálni egy irányba terelni, hozzáteszem, mi nem akarunk irányítani, és nem is fogunk, tehát nem az a lényeg, hogy gyertek közénk, és majd mi megmondjuk a tutit, hanem adunk egy felületet, ahhoz tegyük föl, legalábbis ez az elképzelésünk, hogy ezek a bizonyos mikrorendszerek találkozzanak, mert pillanatok alatt kiderül, hogy elképesztő tömeg vagyunk szemben a törpe kisebbséggel, amelynek van ugyan pénze, ebből következően politikai és gazdasági ereje, de nincs igazi tömegbázisa. És hogyha ezt fölismerjük, és az emberekkel képesek vagyunk elhitetni, hogy valóban mi vagyunk többek, akkor nem fordul elő az, hogy valaki azért nem mer megszólalni a tudományos világban, a művész világban, vagy épp az egyetemeken, mert úgymond lehurrogja ez a kisebbség, és attól retteg, hogy ugye egzisztenciálisan problémát jelent számára, amire egyébként Magyarországon is vannak nagyon komoly példák. Tehát ez volt az elképzelés. És akkor itt fejezném be egyenlőre, és döbbenten vettük észre, és tapasztaltuk, hogy iszonyatos nagy közeledés történt felénk. Tehát, hogyha az interaktív térképünket megnézik a alapítvány honlapján, akkor látják ezeket a zöld pontokat, azokat nem mi tesszük föl, hanem oda mindenki magát, vagy a szervezetét föl tudja applikálni. És ugye látszik egyértelműen, hogy Magyarországot elfoglaltuk, most elnézést a nagyképű mondatért, de hát tulajdonképpen beborult a zöld ponttal. Európa jelentős részén megjelentek a támogatók, együttműködők, Amerikában, Kanadában, Mexikóban, ugye Közép-Amerikában ott vagyunk, Dél-Afrikában és Ausztráliában megjelentek a követők, akik nem minket követnek. Tehát nem az a lényeg, hogy itt van 6-7 figura, aki majd aztán a tutit mondja és az igazságot osztja és őt kell követni, hanem a problémát fölismerve, a problémát, a gondokat végig gondolva csatlakozik egy olyan fajta mozgalomhoz, amelyik igenis egyértelműen szembe megy, fölvéve a kesztyűt, a háborút, ha tetszik, megkezdi, az ellenféllel szemben, amelyik eddig, az elmúlt évtizedek során sajnos nagy ellenállásban nem találkozott. Megint majd később nyilván beszélünk, hogy miért nem. Tehát itt tartunk jelenleg mond. És elnézést a hosszú bevezetőért. Tehát nyilván egy érdekképviselet az önáltal megfogalmazottakhoz is, mert például, hogyha a gyermekekre visszatérünk, nyilván anyaként, családként elképzelhetetlennek tartjuk azt, hogy valaki nyilván befolyással, nevezzük úgy, tájékoztassa a gyermekeket nyilván. És ugye nagy kérdés, és talán bevezetésképpen tisztelettel kérem az engedélyt, krédó. Hát kikerülhetetlen, hiszen nagyon sok év munkája, ismerjük, szeretjük önt a képernyőről. Úgy fogalmazott a búcsúzáskor, és úgy mondott köszönetet mindenkinek, aki valamilyen módon ehhez a hitvalláshoz tudott csatlakozni. Lehet-e párhuzamot állítani e mondat kapcsán az alapítvány munkájához, hiszen ki lehet-e ragadni egy-egy érdekképviseleti részt, vagy alapjába véve ezek a tézisek elválaszthatatlanok egymástól? Jó estét kívánok, köszönjük a meghívást, én is nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Elválaszthatatlanok is összeérnek még hozzá, azért érnek össze, éppen amiatt, amiről a férjem beszélt az elmúlt percekben, hogy az eredőjük egy. Tehát ezek a folyamatok, amelyekről most az elmúlt néhány percben hallottak, ezek nem természetes folyamatok, ezek gerjesztett folyamatok, és ezeknek az eredője, a pénzügyi és az eszmei eredője is egy. Tehát ugyanazok a globális pénzügyi körök és hálózatok finanszírozzák az abortus és eutanázia gyakorlatának világszintű terjesztését, mint akik egyébként pénzelik és motiválják az LMBTQ lobby csoportokat, akik egyébként a határok nélküli Európát vagy az illegális migrációt erőltetik. Tehát ezek a körök összeértek, dollármilliárdokat költöttek erre világszerte, és azok a folyamatok, azok a regresszív folyamatok, amelyek beindultak a társadalmakban, azok nem természetes folyamatok, és nem a progresszió vagy a haladás jelei, azok ennek a pénzügyi érdekkörnek, ezeknek a nemzetközi alapoknak és globális pénzügyi csoportoknak a tevékenységéből fakad, és ez egy évtizedes munka.
Amire mi szerződtünk most, és egyébként bocsánat, de ezeknek a gerjesztett folyamatoknak a jeleivel szembesültem én is a Krédóban. Tehát amikor mi először elkezdtük feldolgozni ugye a gender mainstreaming problémáját, az abortusz kérdéskörét, az eutanázia gyakorlatának terjesztését, hadd ne soroljam ismét ezeket a jelenségeket, akkor ezek a Krédóban először csak témák voltak számomra, mint újságíró számára, feldolgozandó témák. Aztán megismertem nagyon sok nagyon jó embert ezekben az ügyekben, civil szervezeteket, aktivistákat, lelkészeket, papokat, olyan politikusokat, akik észlelték ezeket a jelenségeket, akik kellő súllyal kezelték ezeket a jelenségeket, és akikkel közösen megfogalmaztuk azt a gondolatot, hogy itt nem elég erről beszélgetni egy műsorban, hanem tenni kell valamit. És közösen kell tenni, mert az, hogyha egyenként egymástól elszigetelten munkálkodunk azért, hogy megpróbáljuk meggátolni, megakadályozni ezeknek a folyamatoknak a terjedését, az kevés lesz. Tehát egységes fellépésre van szükség. Ez már akkor gondolatban a műsor szerkesztése és vezetése során megfogalmazódott bennem, és az is, hogy sokáig már beszélgetni ezekről a dolgokról nem lehet, tennünk kell. És ez az, ami miatt egyébként részben emiatt köszöntem el, vagy búcsúztam el a képernyőtől, és éreztem úgy, hogy ennek a civil szervezetnek a megalapításában részt kell vegyek, és hogy a gyakorlati terepre ki kell, hogy menjünk, és hogy talán végre van értelme annak a népszerűségnek, amire méltánytalanul deszertettem a képernyős karrierem során, mert akkor ezt egy jó ügy, egy jó cél érdekében tudom kamatoztatni, és a hétköznapi tapasztalatom is ez, tehát nagyon sok jó szándékú magánember és szervezet vezetője éppen emiatt jön el szívesen, közösen együtt dolgozni és gondolkodni, mert ismer engem, szeret engem, közösen dolgoztunk, interjút is készítettünk. Tehát itt most tulajdonképpen a gyümölcsét le tudom aratni annak a munkának, amit 16 éven keresztül a televízióban végeztem. De hangsúlyozni szeretném itt ezen a fórumon és önöknek is, hogy itt nem a mi személyünkről van szó. Mi úgy indítottuk el ezt a civil hálózatot, hogy arra számítunk, és higgyék el, hogy ez be fog következni, most már felkeltettük az ellenoldal érdeklődését, hogy karaktergyilkosságokat fognak majd eszközölni ellenünk. Ezért járjuk az országot, és ezért hoztuk létre az információs oldalunkat is, hogy minél szélesebb körben hírt adjunk az alapítvány megalakulásáról, hogy minél többen tudjanak róla, és minél többen csatlakozzanak hozzánk, hogy mire abba a fázisba érünk, hogy az első vonalat, mondjuk az alapítókat vagy a kurátorokat ellehetetlenítik vagy lejáratják, addigra ez már ne 6 embernek az alapítványa legyen, hanem egy ügy, sokak ügye, és innentől kezdve működjön és menjen magától előre. Tehát nem a mi személyünk fontos, mi csak az elindításban veszünk részt, és szeretnénk minél szélesebb bázison elhinteni azt a magot, hogy ébredjenek föl az emberek, hogy lépjen mindenki a saját kis mikrokörnyezetében a tettek mezeire, hogy legyünk éberek, józanak, erősek és bátrak ezekben az ügyekben, mert itt valóban egy világnézeti konfliktus zajlik, és ennek a leképeződése az, amit mi megélünk a hétköznapjaiban, mondjuk az általános iskolákban, vagy sok más egyéb terepen, majd konkrét példákról is fogunk beszélni. Szent Adalbert díj és a kereszténység képviseletéért, a hitvallásért végzett munka tulajdonképpen ez az elismerés. Keresztény Európa és nyilván a hit kérdése. Hogyan lehet ezt megfogalmazni? Hogyan lehet a keresztény Európát, a felépített keresztény Európát ma értelmezni? Én, hogyha megengedik, én katolikus hívő vagyok, keresztény ember, én nem tudok máshogy beszélni erről a témáról, csak a hit oldaláról. Kérem, nézzék el ezt nekem, és próbáljanak megérteni, hogy miért erről beszélek. Én azt mondom minden fórumon, bár ez nagy vihart kavar és sokak tiltakozását kiváltja, hogy nem lenne kereszténység Jézus Krisztus nélkül. Tehát nem lehet a kereszténységet megfosztani Istentől. És beszélhetünk kulturális kereszténységről, keresztény alapokról, jogrendszerről, értékrendszerről, de ennek az alapja Jézus. Tehát a mi hitünk alapja az Isten. És hogyha ezt az isteni együtthatót ki akarjuk húzni, kalkulálni, vagy enélkül gondolkodunk a jövőben keresztény Európáról, az nem lesz életképes.
Tehát Európában lehet egyébként egy újjáéledést generálni, de ahhoz, ahogy egy közelmúltbeli interjúban fogalmaztam, az európai emberek megtérésére van szükség. Egy kontinens nem lehet keresztény, lehet egy kontinens társadalmainak felfogása, keresztény logika mentén berendezett, de keresztény emberek azok Krisztus követő emberek. Tehát vagy megtérünk, vagy visszatérünk, vagy rácsodálkozunk újból arra, hogy milyen csodálatos helyen élünk, milyen csodálatos társadalmakban nőttünk föl, megkeressük újból a forrást, lesz egy újbóli hitbéli reneszánsz az életünkben, akkor én azt gondolom, hogy meg tudjuk menteni a keresztény Európát, de csak hitbéli alapokról kiindulva. Kulturális alapokon, politikai alapokon, kereszténydemokrata mozgalmakkal, egyéb szóvirágokkal nem tudunk, mert ennél a küzdelem élesebb, és ebben a küzdelemben mindenki el fogja dobni a fegyverét, aki nem hitből gyökeredzően cselekszik. Mert le lehet majd beszélni az embereket, meg lehet majd őket fizetni, befolyásolni, megfélemlíteni. Sokféle nyomásgyakorlási kísérlet lesz még azokon az ellenálló társadalmi csoportokon, akik nem akarnak majd belesimulni a mainstreambe, a fősodratú új világképbe. És ugye, csak hogy egy konkrét példát hozzak, itt van a volt finn belügyminiszter Rassanen képviselő asszony, aki ellen azt az úgynevezett biblia pert indították Finnországban. Kérem, ezek a bibliai perek, vagy biblia perek, ezek tömegesek lesznek Európában. Ezek csak ilyen precedens perek. Mindig így indul a folyamat. Próbapereket indítanak bizonyos területeken. Az első ilyen próbaper most ez a finn biblia per. És hogyha itt olyan ítélet, elmarasztaló ítélet születik, hogy Rassanen képviselő asszonyt mondjuk letöltendő börtönbüntetésre, vagy bármilyen szankcióra ítélik, akkor ez precedens értékkel bír majd más európai társadalmakban, más LMBTQ lobby csoportok vagy ügyészetek számára, hogy indítsanak eljárásokat mindenki ellen, aki a Bibliából idéz. Itt jegyzem meg, 10 évvel korábban Nagy-Britanniában már egy fiatalember ellen indítottak eljárást, aki a Facebook oldalon tett közzé egy bibliai idézetet. Közösség elleni izgatás volt ott is a vád. Tehát ez egy gyakorlat, ez egy trend, ezt fel kell ismerni, hogy hogy működik az ellenfél. Az ellenfél szisztematikusan halad, megtámadja azokat az evangelizációs központokat és bástyákat, ahol érzi, hogy még nagy az ellenállás, és valamiért mindig ott nagy az ellenállás, ahol a keresztény hit még él. Egész egyszerűen azért, mert morális alapokon állnak ezek az emberek, ezért érvelnek, ezért határozottak, és ezért tartanak ki az erkölcsiségben is. És azt mondta Pavel Cebula, a barátom, aki egy egri minorita szerzetes, és kérdeztem tőle, hogy Pavel, mi zajlik most a világban, hogy mi ez a felfordulás, és mit évők legyünk. Pont ezen gondolkoztunk, hogy hogyan kapaszkodjunk össze, mit csináljunk. Ő azt mondta, hogy Andrea, vannak evangelizációs központok a világban, és vannak de-evangelizációs központok a világban. És utóbbiak az előbbieket támadják. És nézzék meg, milyen célzott támadás alatt van Európában Magyarország és Lengyelország. Egyébként ugyanilyen célzott támadás alatt volt Málta, Írország. Egyébként a hagyományosan katolikus berendezkedési országok. Máltán és Írországban megtámadták a házasság intézményét, ugye ott a lobby csoportokat aktivizálták, ott is elképesztő összegeket fordítottak a kampányokra, meggyőzték a lakosság többségét arról, hogy fogadtassák el az azonos neműek házasságának gyakorlatát. Keresztül vitték ezt, aztán ott Írországban nemrégiben az abortusz liberalizáció. Megdolgozzák a tömegeket, befolyásolják őket civil szervezeteken keresztül, reklámokon, médián, popkultúrán, mindenen keresztül. Amikor érzik, hogy a közhangulat kezd átfordulni, akkor kikényszerítenek egy népszavazást, és a népszavazás eredménye borítékolható. És Írországban, és Máltán, és hagyna soroljam mely országokban, így bontják le a hagyományos értékrendet, szisztematikusan haladnak. Nekünk is ugyanilyen szisztematikusan és határozottan kell haladni. Köszönöm szépen, ugye megismertük az alapértékeinket, és nagyon sok mindenről beszéltek, amiket érdemes kimondani, és ide tartozik nyilván a kultúra, vagy az a változás, amely érzékelhető napjainkban is Magyarországon és Európában. Van, aki azt mondja, hogy ezáltal születik meg a szabadság, tehát hogy új értékrend képződik és állít fel.
illetve ahogyan önök fogalmaztak, talán ezek az értékek, amelyeket képviselnek, amelyért harcolni kell, vagy meg kell mutatni, vagy beszélni kell róla, ez egyfajta válasz is a Soros-féle alapítvány eszmeiségére? Hát egyértelműen válasz, de leginkább, ahogy Andrea is mondja, az embereknek a közömbösségét kell legyőzni. Nem nekünk, hanem mindenkinek magának. Ugye a Nyugat-Európának a veszte nem az lett, hogy megbutultak volna az emberek, ilyen csúnya szóval, és nem az a probléma, hogy ne lennének gyökereikhez hülyek, adott esetben, főleg a többségi társadalomról van szó, hanem egyszerűen elhitették velük, hogy az ő saját életükkel kell csupán foglalkozni, hogy éljél jól. Ugye egy német honban megszületni volt nehéz, hogy ilyen profán legyek, utána ingyen iskola, jó állás, jó fizetés, jó nyugdíj, egy abszolút kényelmes világ. Volt egy feltétel, ne gondolkozz azon, amelyik úgymond nem rád tartozik. És innentől kezdve tulajdonképpen elkezdték megnyerni a csatát. Megjegyzem, mi az első pillanattól kezdve nem azt gondoljuk, hogy a győzelem reményében indulunk neki, és nem csak azért, mert minket előbb-utóbb legolyószóroznak, hanem mert egyelőre el kell kezdeni a csatát. Hát itt úgy látom, vannak idősebb urak a környezetben, akik talán voltak katonák, hogy ezt el is leszoktunk, hogy férfiak katonák legyenek. Hogyha azt mondom, hogy tulajdonképpen a harcálláspontokat ugye egy háborúban, azt semmilyen szinten nem lehet föladni. Minden helyen vissza kell támadni, meg kell próbálni a támadást visszafogni. Ez azért érdekes, mert azt látjuk, és picit a kérdésre utalva, Magyarország is hajlamos rá, független attól, hogy milyen, hát mondjuk, hogy identitású kormányon és politikát képvisel, ugye a mostani kurzus, hogy azt mondja, hogy hát itt igen, itt majd szembe megyünk, hát itt nem kell annyira foglalkozni, lásd kultúra, hogy ez egy régi veszőparipa, ugye itt a igazgatóról is sokat beszélgettünk éveken keresztül erről, nem véletlenül, hiszen azt látjuk, hogy olyan fajta ideológiák jelennek meg, ugye itt a leginkább liberális eszmének hívjuk, de hívhatjuk bármi másnak is, amelyek igenis idegenek például a mi hagyományainktól. És így gyorsan nagyjegyezzem meg, hogy az alapítványunkon keresztül nem csak beszélni akarunk, és nem csak hálózatot akarunk összehozni, hanem konkrét tetteket akarunk szervezni. Például elindítottuk többek között ugye az úgynevezett hagyományos iskolák, hagyományos értékek nevelésének a hálózatát. Vannak ilyen példák, ugye nem tudom, a Gödi Búzaszem iskola mennyire mond valamit a Horváth Szilárdék által, ami mint iskola ugyanúgy működik, általános iskola, ugyanazokat a tananyagokat, csak éppen hangsúlyozottam a magyar kultúrára, a magyar irodalomra, a magyar történelemre, mellette néptánc és egyéb oktatások vannak, és izgalmasság teszik tulajdonképpen a gyerekeknek a klasszikus újdonságként való megjelenést, mert hogy miért ne lehetne a normális divatos? Miért az a divat, ami extrém, ami nem volt, ami valami abszurditásból indul ki, és próbálja főleg a fiatal generációkat támadni, ugye, hát az internet különböző rendszerén keresztül. Tessék, menjünk vissza az izgalmas, értékes, klasszikus és divattá tehető hagyományaink szintjére. Tehát nekünk nem, hogy egyszerűen szembe kell menni, nem, hogy ideológiai vitákat kell folytatnunk, vagy mondjuk úgy hálózatba kell tömörülnünk, hanem tessék szereskedni, nagyon konkrétan képviselni is minden nap azt, amiben mi hiszünk. Ha nem ezt tesszük, úgy járunk, mint Nyugat-Európa, független attól, hogy ki a kormányunk, már bocsánat, ez persze nem független ettől, hiszen hogyha egy olyan kormány valamelyik az ellenkezőjét képviseli, akkor Isten óvja Magyarországot, de ez egy másik történet és másik mondjuk témakör. Én azt gondolom, és mi azt gondoljuk, akik ebben a munkában részt veszünk, hogy nagyon komoly lehetősége van annak, és Magyarország ilyen szempontból tetszik, nem tetszik, nagyképű a mondat, vagy nem túl szerény a mondat, de megint egy történelmi kihívás elé áll, és ha mi nem teszünk ezügyben, nem hatan, hanem itt 10 millióan, vagy 13 millióan, vagy 15 millióan, akkor bizony Európa sokkal gyorsabban tud eltűnni abban a formájában, amilyen van. És még valamit. Önök tanultak történelmet. Nem lehet kultúrákat összekeverni. Tetszik vagy nem tetszik, ez egy ostobaság. Próbálkozott a török pár száz évvel ezelőtt a Balkánon, próbálkoztak a mórok pár száz évvel ezelőtt ugye az Ibériai félszigeten, vagy az egyik, vagy a másik őrizte, és kerítette hatalmába a várakat adott helyen. És a másikat elüldözte, megölte, és ennyi.
Ez nem működik másképp. Nyilván ma nem arra készülünk, hogy egymást legyilkoljuk, nem ez a megoldás. De azt, hogy olyan szinten keverjük a kultúrát, ez megint ugyanannak az eredőnek az értékéből indul ki, amelyről beszéltünk, András is jelezte, ugyanazokról beszélünk. Az értékek a migrációban ma nem úgy jelennek meg, hogy munkaerő kell Európában, egy nagy csodát. Tudják, mi kell ezeknek az embereknek? Fogyasztó. Tehát azért hozzák ide ezeket a szerencsétleneket, akik ugyanúgy rámehetnek erre a történetre, félítés ne legyen, vagy elég virulensek és minket elüldöznek a saját világunkból. Lásd Pakisztán, lásd Indonézia, és hadd ne soroljam a világ különböző pontjaitól, pár száz év alatt tulajdonképpen a 90%-ra az iszlám lett uralkodó a korábbi kultúrával szemben. Nem véletlen megint zárójelben csapongva, hogy Japánban nem lehet muszlim embernek belépni, pláne nem lehet letelepedni. És ez nem rasszizmus Japán részéről, hanem önvédelem. Tehát ebből a logikából a történetben ez is, meg az is, meg amaz is létezik, ugye? És Európa szintén egy izgalmasan befogadó világ egy feltétellel, ha valaki integrálódni akar. De az nem megy, hogy valaki másod-harmad generációban Bécsben születik török származásként, és a Törökországban folyó elnökválasztásban ő szavaz, mert... És az sem nem egy jó irány, hogy Bécsben az általános iskoláskoló gyerekek 60%-a gyakorlatilag muszlim gyerek már most is. Tehát nem fog menni, értsük meg. Nem az a kérdés, hogy ők a jobbak vagy mi. Az én hányatott sorsú életemben volt alkalmam abban a világban élni és dolgozni, vagy az arabokra gondolok, nagyon érhető világfélítés ne legyen. Én nagyon, hogy mondjam, irigykedtem például a rokoni családi viszonyaikra, hogy ők ezt kezelik, rendkívül szoros kapcsolatúak, és egymást segítik minden áron és minden módon. De ez egy egészen más világ. Ha ők idejönnek, és ezt akarják ránk erőltetni, akkor a mi értékrendünknek vége, puskalövés nélkül gyakorlatilag vége. Tehát nem lehet ezt megengedni. Aki ezt támogatja, az egy spekulatív módon teszi, egy másodszándékkal teszi, Európa tulajdonképpen elveszejtésért teszi, legalábbis abban a formában, amiben mi ezt megtanultuk, és képviselni tudjuk, és élni szeretnénk még az unokáink életéhez képest is. Tehát ezek azok a fölvendő kesztyűk, hogy így fogalmazzak, amit nagyon konkrétan, egyértelműen ki kell mondani, cselekedni kell, és ez nagyon fontos az Andrához csatlakozva, hogy tennünk kell a dolgunkat. Tehát beszélni a szavak ereje már nem elég, higgyék el nekem. A szavak ereje véget ért. Mondtuk, világos volt, elmondtuk. Nincs tovább. A másik oldal nem mondja, csinálja. Ezzel szemben nekünk is csinálnunk kell. Nyilván néhányan rá fognak erre menni, néhányan rá fogunk erre menni, nem baj az, de akkor is kell megmutatni az embereknek, hogy ők a mi hadseregünk, ők a mi hátterünk. Egyébként van egy Helsinki Bizottság nekünk is, ugye ismert a Helsinki Bizottság jótéteménye és a emberbaráti működése. Nekünk Budapest bizottságunk van, hogy kicsit frosztizzuk ugye a másik felet, ugyanolyan rendkívül jóképzett jogászokról beszélünk és fölkészült kollégákról, akik pedig azokat fogják védeni, akiket úgymond a normalitásuk képviselete miatt támadnak. Például legutóbb ugye a... milyen atya? Hezdénes atya. Tehát a Hezdénes atyát nem tudom, hogy hallották el, hogy szintén a Biblia idézet miatt perbe kívánta vonni az egyik liberális ugye megmondó hölgy, és akkor mi felszólítottuk, hogy rendben van, de mi ezt tulajdonképpen az alapítvány és a Budapest Bizottság jogilag fogunk mögé állni, ingyen és bérmente nyilvánvalóan, meg fogjuk védeni, és minden Hesz András atyát meg fogunk védeni, és nem csak atyákat nyilván, hanem mindenkit, aki hajlandó az egyetemen szembe menni az egyébként teljesen fura mainstream-mel, mert megjegyzem, picit itt útközben Andrával is szoktunk vitatkozni, mert hogy miért ne, aminek nagyon egyszerű következményei vannak, mint minden családban nyilván, hogy előbb-utóbb nem én győzök, de igyekszem. Tehát, és akkor én azt mondtam, hogy van az, hogy tulajdonképpen az állam fizet valakit egy egyetemen például, aki képes az érdekeinkkel szemben képviselni tulajdonképpen, és az ifjúságot nevelni. Hát rúgjuk ki! Hát miért szégyenkezünk azokban a kérdésekben, amelyek egyébként a fő érdekkel szembe mennek? Nem az én érdekemmel mennek szemben, nem Földi László problémája, hanem egy fölnövekvő generációk tévúton vannak.
És amikor Bocsánat, de hogyan? Tehát ugye van az alapítvány, aminek az üzenetét, az érdekképviseletét értjük, de ma már talán pont a fiataloknál ez az információ dömping, amely nap mint nap akár a világhálóról árad. Hogyan fogja majd ő tudni, nyilván a család és az alapértékek, a kultúránk mentén, hogy honnan táplálkozzon, melyik az az irány, amelytől ő fejlődhet, amelyet erősítenie kell magában? Hát először is, ami az internetet illeti, a dugót ki kell húzni, hölgyeim és uraim, nincs mese. Nyilván nem fogják megtenni, mert ez ma nem találkozik a lehetőségekkel. De ha nem így lesz, ahogyan mondta, hogyan tudunk védekezni? Hogyan tudják önök egyébként tisztességes szülőként, nagyszülőként megakadályozni a gyereket, hogy este a paplan alatt ugye a Netflix és az egyéb rendkívül izgalmas történeteket nézegesse, amikor egyébként mobil telefon áll rendelkezésére, vagy bármi más eszköz. Nem fogják tudni megtenni, mert a másik oldal, és itt megint ez a lényege, ennek az irányítói ugyanazok. Tehát itt nem véletlenül mondom, sokszor mondom, törpe kisebbségről beszélünk iszonyatos erővel, iszonyatos politikai-gazdasági erővel átérve, de akkor is mindig ugyanoda jutunk vissza. Hát őket előbb-utóbb ki kéne, hogy mondjam, rendszeresen kirakni a rendszerből, de ez megint messze van, tehát nem itt tartunk. A családnak nagyon fontos szerepe van, nem véletlen módon. Az iskolának rettenetes szerepe van, a társadalomnak általában szerepe van. Nekünk a civil szerveződésnek szerepünk van. Minket szoktak hívni a fiatalok ilyen baráti találkozójára is. Megjegyzem, hogy itt sem nagyon látom az unokákat, kicsit nehezményezem ezt. Hát az ő életükről beszélünk, én tudom, hogy nehéz ide rángatni, talán még egy tasra is itt-ott elcsattan, visszamondom, nem merekszünk. De akkor is értsük meg, hogy ők befogadók. Nem igaz, hogy a gyerekeink, az unokáink megveszekedett ellenzékiek lennének, ostobák lennének. Ha nem kapnak információt, akkor nyilvánvalóan befogadják azt, amit kapnak. Tehát ez nem olyan nagyon bonyolult, hogy ilyen didaktikus legyek. És amikor elmegyünk egy ilyen fórumra, én is két hete voltam, akkor az egy órás beszélgetésből 2,5 óra lett, és nem vertük meg egymást, és úgy láttam a szemekben, hogy szeretnének csatlakozni az alapítvány értékrendje miatt, az ő saját kis világukat hozzátéve, egyetemeken, középiskolákon nyitottam ott. Vagy egy másik tapasztalatom, egy ilyen hosszabb beszélgetés után az internet volt, főleg a téma az internet biztonsági kockázatai, megmosolyogtak az elején, mondták, hogy én mit akarok itt nekik magyarázni az internetről, nyilvánvalóan igazuk is volt. Szóval végül oda jöttek hozzám, és a következőt mondták, Földi úr, ezekről nekünk miért nem beszélnek többet? Magyarul nem azt mondták, hogy na ide se jövök többet, és nem a zseniális mondataimról van szó, csak valami más megközelítést hallottak, valami más irányból kapták tulajdonképpen az információk. Ők befogadók. És ezt a befogadó rendszert, ezt nekünk ki kell használni. És tessék vitatkozni a gyerekkel. És bármilyen szinten nem szeretjük őket kevésbé, nekünk is van jó néhány, hogy így fogalmazzak, de én is néha rasszista vagyok, api, amikor egyszerűen megpróbálom elmagyarázni az egyetemistának, hogy figyelj, a szülő lehetősége a szexuális felvilágosítás, és hogy ezt hogy gondolja. És nem pedig valami, mit tudom én, genderes, jópofa embernek a hülyeségét hallgatva. Tehát tessék leállni vitatkozni, tessék erőltetni azt a részét a dolognak, hogy a hagyományos kultúrákat berángatni a színházba. Most hadd nem mondjak ilyen sok-sok butaságot, mert hogy nyilván ezek nem új dolgok. És még valami. Sem az alapítvány, sem mi hatan, sem akik eddig csatlakoztak. Nem gondoljuk azt, hogy nekünk új ideológiát kell kitalálnunk. Nem gondoljuk azt, hogy nekünk valami csoda mondatokat vagy koncepciót kell gyártanunk. Nekünk vissza kell menni a normalitás alapértékeihez, amelyet mindenki tud, amelyet egyébként annak idején az írás, olvasást nem tudó magyar parasztok továbbadtak a családon belül, a gyereknek, unokának, akik képesek voltak fönntartani nem csak a földművelés kultúráját ilyen értelemben, bár még egyszer mondom, akár írni, olvasni sem tudtak, de azokat a hagyományokat, ami a nép művészetben, költészetben, táncművészetben és mindenben évszázadokon keresztül föl tudott maradni, azaz évszázadokon keresztül a nemzet tudott fönnmaradni. Az arisztokrácia végezte a maga dolgát, de enélkül a kultúra hagyományrendszer nélkül nem maradhatott volna föl tulajdonképpen a magyar nemzet sem, és semmelyik más nemzet. Tehát igenis az erő,
az lent az emberek tömegénél jelenik meg. A 21. században is. Ez tévedés. Ugye a 21. században új értékek jelentek meg. Erről mindjárt Randának oda adom a mikrofont, elmagyarázza az igazi lényegét ezeknek az új filozófiáknak, vallásoknak. De értsük meg, az agyományos értékrendünk az, ami stabilizálni tud és védeni tud, mondjuk az internet dugó kihúzását megelőzően is az értékeink mellett. Kedves nézőink, ezzel napi aktuálrovatunk végére értünk. Most a reklámok következnek, majd Karikó Tóth Tibor szerkesztésében jelentkezik a Szentes Annó című műsorunk. Maradjanak velünk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Végtelen nyugalomban, kalandozz varázslatos téli tájakon, éld át a legszebb pillanatokat, és szeresd felejthetetlen emlékeket. Utazz itthon, és töltődj fel élményekkel. A tavasz első napsugarai melengedték, harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A vállalat, amely felelősséggel, lendülettel, minden nap a jövőért, értünk dolgozik. Mert a hagyomány kötelez. The hand that shakes my hand, an arm that holds a place where you belong, smile invite you in from the cold, a home that you had built from the ground. Sziasztok! Hazajöttem, és maradok. Valósítsd meg az álmod ott, ahol születtél. Mobil, vezetékes és folyamatosan bővülő technológiai megoldásainkkal vállalkozásod sikere már nem a helyétől függ. Together we can. Vodafone Business. A Zenevilág zene graffiti sorozatunk februári vendége a Fonogram és Artisius díjas Soulfunk csapata Mörk, amely néhány év leforgása alatt lett a magyar szintér jelentős zenekara, sőt, nem csak itthon, de külföldi fesztivál fellépései alatt is elvarázsolja közönségét. Ne hagyd ki a varázslatot, Szentesen sem! Február 19-én, szombaton, este 8-tól a Művelődési és Ifjúsági Házban. Vendég a Bence kalandjai. Ez egy kicsit ilyen keserédes vígjáték, nem teljesen a térdemet csapdosom folyamatosan. Van benne csomó lélek, van benne csomó fájdalom, tehát azért mondom, hogy egy ilyen édesbús történet. Hát
kiváló zene, szintén egy korszaknak egy alkotása. Jobbnál jobb számok vannak benne, fantasztikusan jó szerepek, jó sok karakter. Cseritivel majdnem minden megtörténik. Úgy indul az egész darab, hogy ő beleesik egy tóba, belelöki az éppen aktuális szerelme. Utána megismerkedik egy filmsztárral, az sem igazán jön össze. Beragad egy liftbe, szerelmes lesz, csalódások érik. Minden, ami az emberekkel a mindennapokban, vagy talán nem is a mindennapokban megtörténhetnek, az Cseritivel megtörténik. Nekem ez egy szerelem darab. Kár is lenne titkolnom, amikor én végeztem a Színi Tanházban, akkor nekünk ez volt a vizsgadarabunk, tehát osztálytársaimmal váltva én ezt a szerepet akkor játszottam. Ez most egy teljesen más nézőpont, nem tudok ettől elvonatkoztatni, a szívem csücske ez a darab. Lesz az első a villanyóra átírás? Oké, sziasztok! Sietek haza! Puszi! A beköltözés nem egy pillanat, hanem egy folyamat. Néha csak az akadályokat látjuk magunk előtt, amik elvonják az időt az igazán lényeges dolgoktól. Pedig a beköltözés nem csak feladatokból áll. Végül minden a helyére kerül, és úgy érezzük, mintha mindig is itt lettünk volna otthon. Ezt? Ennyi idő alatt? Új adatai bejelentését és közművei átírását intézze online az e-bejelentővel, vagy akár a kormányablakokban is. e-bejelentő.gov.hu Készült Magyarország kormánya megbízásával az Európai Unió támogatásával. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Szentes Televízió nézőit. Önök a Szentes Annó adását láthatják. Ma a Horváth Mihály Gimnáziumban egykor működő amatőr filmszakkör munkáját elevenítjük fel dokumentumok és filmfelvételek segítségével. A szakkör létrehozója és motorja Kátai József kémia-biológia szakos tanár volt, aki 1968 és 2000 között volt az intézmény pedagógusa. A gimnázium 80-as években megjelent évkönyvében így ír a csoport megalakulásáról. Néhány mondat a filmszakkörről. A munka 1973-ban egy S8-as kamerával és egy EU-MIG vetítővel kezdődött. Az alig 10 fős lelkes gárda takarította, rendezte a helyiségből kapott régi raktárt. Egy év múlva a KISZ-től kaptunk két N8-as kvarc 5-ös felvevőt. Elkészült az első film, az iskola életét bemutató produkció beiskolázási céllal. Kapunk egy igazi magnót, Akai 4000 DS. Gyarapszik a létszám, jönnek a magnósok is. Szentkirályi Soltész. Csak két 1000 wattos kézilámpánk van, ezért járjuk a várost, hogy külsőben filmezhessük jellegzetes szentesieket. Az első animációs film Greskovics Ecce-homója. Az első rajzfilm Debreceni Sándor Teremtése. Ezt később a Magyar Televízió is bemutatta. Most tekintsük meg a Magyar Filmhíradó 1984 áprilisában bemutatott anyagát, melyet szentesen készítettek. A Dunántúl után a Tiszántúlra vezet utunk, de a filmes téma változatlanul kísér. A szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban igazi meglepetés vár. Alig, hogy belépünk, a mi forgatócsoportunk kerül a kíváncsi felvevőgépek ösztüzébe. Dolgoznak a felvevők, de ahány gép, annyi féle. Nem volt könnyű megteremteni az amatőr filmszakkörhöz szükséges felszerelést. Kátai József tanár így beszél erről. Célunk, feladatunk az, hogy a filmet szerető, a filmhez értő, sokoldalú egyéniségeket neveljünk. Felkutatjuk azokat a tehetségeket, akikben a vizualitás spontán jelentkezik, megkeressük azokat a gyerekeket,
akik az átlagosnál nagyobb kreativitással rendelkeznek. Ez a tevékenységhez sok eszközre van szükség, de az iskola szakköre nem csak az eszközöket, hanem szakmai útmutatást is nyújt. Az első dolog, hogy a világítást megbeszéljük. Főfény, ki a gazdája? Tessék megnézni az arcokat. Jöjjön valaki segíteni. Mennyi lesz? 2-8. Íris 2-8. Élesség. Rendben van? Teljesen kinyújtott varióval. Kompozíció. Kész. Tessék kijönni akkor. Figyelem, nem nézel rá. Figyelem, felvétel lesz. Gép indul. Tessék. Próbálkoznak animációs filmekkel is. Megtanulják a rajzfilmkészítés különböző fázisait. Különösen fontos feladatuknak vallják, hogy a környék közművelődési intézményeivel, múzeumaival karöltve megörökítsék a sajátos tájemlékeket, népszokásokat. A Szentesi Kopjafák című alkotásuk több díjat is nyert, és megőrzött valamit a nagyapák nagyapáinak korából. Az összképet Bácskai Mihály igazgató, Legyünk stílusosak, vetíti fel. Nagyon szép eredményeket értek el tanítványaink a különböző versenyeken, fesztiválokon, sőt, nemzetközi díjjal is dicsekedhetnek. Kátai tanár úr elkészítette a filmes ismeretek tantervet, és a következőkben az irodalmi drámai osztályok keretein belül tanítványaink a filmes ismereteket is választhatják. Bízom benne, hogy a Művelődési Minisztérium ehhez is megadja az engedélyt. A szakköri tagok egyre több önmagukról szóló filmet készítenek, ezek nyernek díjakat a Pécsi Diákfilmfesztiválon, Greskovics, Bacsa, Levendovics. Elkészült az első oktatófilm, amelyet a megyei továbbképzésre mutatnak be a kémia tanároknak. Szépen gyarapszik a felszerelés, növekszik a szakköri helyiségek száma. Megyei engedéllyel már minden hétfőn és szerdán van szakkör. Az N8-as technika mellett egyre többet dolgozunk Super 8-as anyagra. Az iskola vásárolt egy nagyszerű Super 8-as Yashica kamerát. Megyei segítséggel 5 profi lámpát vásárolunk, így a belső színes felvételek is végre jól sikerülnek. Egyre nagyobb hangsúlyt kap az elméleti felkészítés is, sok filmet nézünk meg közösen, amelyeket azután elemzünk is. Dr. Korom József segítségével biológiai tárgyú oktatófilmek készülnek, írt a memoárjában Kátai József. Pici, picikém, hol vagy? Miért bújsz el mindig? Na, gyere elő! Gondolhattam volna, hogy az ágyamban vagy. Várj, oda megyek hozzád, csak előbb iszom egy kicsit. Te nem vagy szomjas? Mit csinálsz? Ne türelmetlenkedj már! Nálad mi újság? Hogy telt a mai napod? Tessék, most miért morogsz? Na, már jövök is. Te vagy a legklasszabb a világon. Várj, leoltom a lámpát. Klassz, mi? Most egy kis zenét. Mit hallgassunk? Ó, ez nagyon jó lesz. Na gyere. Most mi van veled? Ezt úgysem hiszem el. Na, gyere már. Erre feküdj ide mellém. Nem. De azért is. El akarsz menni? Úgy sem engedlek el. Édes pici durmoló kandurkám, na gyere, ne haragudj rám ennyire. Na, mi van veled? Eloltom még ezt a lámpát is, így sokkal klasszabb lesz, mi? Na, várj, így kényelmesebb.
Nem tetszik? Miért? Ó, akkor átnőttél. És mekkora szőröd van. Hú. Még ezt is lekapcsoljuk. Mekkora átnőttél. Jó ég. Angolóra. Na, tovább nem maradhatok. Ne haragudj. Szia, holnap. Tudod, holnapra nagyon sokat kell tanulni. Ugye nem halagszol rám? Szia. One, two, three, four, five. Már, most már elég. Four, five. Az Elmo külkereskedelmi cégtől két jó minőségű hangfalat kaptunk. Megvásároljuk a nagyon áhított GX-es Akait. A Vér című filmünk a Nemzetközi Vöröskeresztes Fesztiválon szoddíjas lesz. Megrendezzük a középiskolásoknak az országos fesztivált. Sárospatak, Miskolc, Gödöllő, sikerek és elismerések. Sokat dolgozik Hajas Tamás és Surányi Tibor. A filmes tanszék már 4 helyiséget számlál. Egyhetes továbbképzést és alkotótábort rendezünk az iskolában. Az országos rendezvényen több mint 30 hallgató vett részt. A kertészeti kutató felszámolta a filmstúdióját, sok hasznos berendezéssel gyarapszik így a szakkör. Újabb felvevőket, kazettás magnót, erősítőt is vásárolunk. Jönnek a kollásfilmek sorozatban, Szőke Andrásnak köszönhetően. Első néprajzi jellegű filmünk a Kopjafák, sok-sok sikeres bemutatóval. A régi korok egyszerű embereinek ugyanúgy megvoltak a kevéssé díszes vagy gazdagon cizellált tárgyai, mint nekünk. Meghatóan ragaszkodtak, kötődtek egy-egy praktikus használati eszközhöz. A tárgyak átértékelésének, kicserélésének időtartama sokkal hosszabb volt, mint napjainkban. Sokszor generációkon keresztül használtak egy-egy a család számára kedves eszközt. Ilyen apáról fiúra szálló eszköz volt a borotvatartó. Férfi ember féltett kincse, több célűen használt műszere volt a borotva. Megbecsülte és féltette. Tisztában volt vele, hogy veszélyes eszköz, ezért szerette biztos helyen tudni.
Képességeitől függően maga készítette el a tartóját, vagy ajándékba kapta a komájától. Az Alföld jelentős részén toktartónak nevezték ezeket a fából készült, kézifaragással, esetleg esztergált részekkel díszített dobozkákat. Rendszerint egy darabból faragták ki a testet, és egy vagy több részből álló fedéllel látták el. A tartó feladata volt, hogy elzárja a borotvát az illetéktelenektől, ne kerüljön a gyerek kezébe, és méltó helyet biztosítson a féltett késnek. A praktikus funkcióján kívül a pásztorok között gyakran szerepelt ajándéktárgyként. Egy sajátos virtus alakult ki közöttük. Ki tud bonyolultabb zárszerkezetet kialakítani, melyik megajándékozott bíbelődik el hosszabban a toknyíla kinyitásával. Gúnyolódás tárgya volt, aki csak több órás próbálkozás után jutott el a kis cetlihez, amelyre ez volt írva, ez a bele. Első helyezést nyer a Sarlós István a Délalföldi szemlén. Az irodalmi, drámai osztályokból sokan jönnek a szakkörbe, a létszám 30 fölött van. Különösen Banyó István és Szabó Tamás dolgozik nagyon aktívan. A ráébredtetik első díja az Alföldi szemlén, a Banyó Herceg páros munkája. Sikere van Herceg animációs filmjeinek is. Az ország első amatőr filmes csoportja vagyunk, amely elnyeri a Kiváló Együttes címet. Számos cikk ismerteti a szakkör munkáját. A Mafilm filmet készít a szakkörről. A szakkör tagjai képviselik 1984-ben hazánkat a Varsói Nemzetközi Ifjúsági Filmfesztiválon. Az eltelt 10 év alatt közel 300 diák ismerkedhetett meg a filmkészítés alapjaival, a film formanyelvével. Elsődleges célunk a nevelés filmes eszközökkel, de az se baj, ha egy-egy díjjal elismerik a munkánkat. Fogalmazott egykor Kátai József.
Kedves nézőink, adásunk végén következzen egy szilánk a Misulink vetélkedő öreg diák humorából. A diák nem mindig megy arra a pályára, amit az iskolában tervezett. Sokszor lesz több belőle, mint ahogy a tanárok hitték róla, ha nem is viszi annyira, mint ahogyan azt az érettségi találkozón elmeséli. Ezzel a Horváth Mihály Gimnázium egykori amatőrfilmes szakkörét bemutató adásunk első részének végére értünk. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Karikótó Tibor és a vágó Viola István. Viszontlátásra!